Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Kósa Lajos és Pálffy István képviselők önálló indítványát TPER 3557-es számon, az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlását TPER 3557/5-ös számon készhez kapták. Módosító javaslatok számára és közöttük lévő összefüggésekre figyelemmel indítványozom, hogy az országgyűlés egy szakaszban vitassa meg. Egyetértenek ezzel a javaslattal, kérem szavazzanak kéz felemeléssel. Látható többség. Megállapítom, hogy az... Itt az... Hát... Én nagyon gyorsan tudok számolni, higgyék el, hogy pillanatok alatt összeadtam. Épp ezért megállapítom, hogy az indítványt elfogadva az országgyűlés így tárgyalja a részletes vitát. Ügyrendi jelentkezés. Szilágyi György képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel szeretném kérni, hogy én nem látom látható többséget, hogy gépi szavazást rendeljen el, legyen szíves ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Természetesen gépi szavazást elrendelek. Az elnöki javaslatról, amely ugye nem kívánják, hogy felolvassam az egészet, az összevont vitáról szól. Egy szakaszban most megkérdezem a házat, hogy ez szerint megyünk-e tovább. Kérem, szavaznak most. Gépi. Ez volt a javaslat lényege. Mondom én, hogy látható többség képviselőnek. 42, igen. 25 nem is, egy tartózkodással. Ilyenkor nincsen határozott képesség. Képviselő... Türelmet kérünk. Két részletben folyik a vita, nincs határozott képesség, nem vontuk össze. Van egy, meg még egy vitaszakasz. Rendben, megkaptam a főtitkár helyettes úr hosszú évtizedes tapasztalataiból következő javaslatát. Ezek szerint egyszerűen megyünk tovább, két szakaszban tárgyaljuk a vitát, és ennek megfelelően a 1-3-4-es ajánlásokra most megnyitom a vitát. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Lampert Mónika képviselőasszony. Köszönöm szépen. Képviselő asszonyi a szó. Úr, tisztelt Országgyűlés, én az első ajánlási pont alatt beadott módosító indítványhoz szeretnék hozzászólni. Azok a képviselőtársaim, akik itt voltak a választási törvény általános vitájában, azok ennek a módosító indítványnak a tartalmát még mielőtt benyújtották volna, megismerhették. Hiszen itt a plenáris ülésen elhangzott, az LMP és a szocialista hozzászólók azon kritikája a benyújtott indítványhoz, hogy az egyenlő mandátum elve alapján nem lehet azt megengedni, hogy más feltételekkel szerezzen valaki mandátumot az időközi választáson, illetve az általános országgyűlési választáson. Ezért itt az általános vitában már kibontakozott egy konszenzus a kormány oldal és az ellenzék két pártja között, hogy ezt az ellentmondást úgy kellene feloldani, hogy nem csak az időközi választáson, hanem az általános országgyűlési választáson is a küszöböt második fordulóban el kellene törölni, és nem kell megkívánni azt, hogy valamiféle választói részvétel arányhoz kössék azt, hogy a második forduló érvényes legyen. Nos, az MSZP képviselőcsoportja nem adott be ehhez módosító indítványt. Azért nem adtunk be módosító indítványt, mert ezzel a felfogással mi nem tudunk egyetérteni. Nem tudunk egyetérteni azzal, hogy miközben az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának választási reformmal foglalkozó albizottsága készül arra is, komolyan tárgyal arról, hogy milyen változtatásokat terjeszem majd az országgyűlés elé a választási törvény módosításáról, aközben egy olyan fontos kérdésben, amiről egyébként az albizottságban is sokat beszéltünk, egy ad hoc politikai indítatású
aktuálpolitikai indítatású módosítást próbál most letuszakolni az országgyűlés torkán a kormánypárti többség. Miről is van szó? Én azt állítottam az általános vitában, hogy a püspökladányi időközi választás volt az aktuálpolitikai helyzet, ami miatt Kósa Lajos képviselő úr és Pálfi képviselő úr úgy gondolták, hogy a küszöböt, a részvételi küszöböt a választási törvényben, az időközi választáson ki kellene iktatni. Ugyan kormánypárti képviselőim tagadták ezt a idézőjelben mondom vádat, de az kétségtelen, hogy többször szóba került az, hogy az időközi választásokon az alacsony választói érdeklődést valamilyen módon meg kell oldani. Mi ezt nem vonjuk kétségbe, hogy erre nézve valamilyen szabályozást kellene adni, de úgy gondoljuk, hogy nem jó, nem szerencsés az, hogy miközben a választási reformon dolgozik egy albizottság, egy ilyen fontos kérdésben egy adhok előrehozott döntést hozzon gyors választási törvénymódosítással az országgyűlés. Tehát mi azt gondoljuk, hogy erről egyébként lehet majd értelmesen vitatkozni ebben a bizottságban, de ezt a módját nem tartjuk elfogadhatónak. Ezért ezt a módosító indítványt nem fogjuk megszavazni. És csak szeretném megismételni, mert ma egy picivel többen vagyunk, mint amikor ennek a törvénynek az általános vitája folyt a házban, hogy a választói alacsony részvétel az időközi választásokon ugyan nem csak most fordult elő Püspökladánynál, hanem volt rá jó néhányszor példa, tehát ebben igaza van Kósa Lajosnak, mikor erre hivatkozik. De én azt gondolom, hogy nem ez lenne a leghatékonyabb módja annak, hogy a választókat az urnához próbáljuk megcsábítani, hanem az, hogy ez az iszonyú kiábrándultság, ami most van a választópolgárokban, ez egészen bizonyosan oka annak, hogy ilyen alacsony volt a részvétel, és nem ilyen módon kellene ezt orvosolni. Úgyhogy mi ezt a kompromisszum, az általános vitában kibontakozott kompromisszumos módosító indítványt, legalábbis én gondolom, hogy Karácsony képviselő úrnak a módosító indítványa ezt tükrözi, ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Két perces szót két Kósa Lajos képviselő úr, Fidesz. Elnök úr, tisztelt ház, Lampert Mónika képviselőtársamat megcsalja az emlékezete. Az általános vitában vitában elhúzottakra válaszoltam, és ott elmondtam világosan, hogy én nem úgy bajnak tartom, hanem egyenesen erényének tartom a törvényhozásban azt ennek a javaslatnak, hogy igenis képes felmérni azt a reális helyzetet, hogy időközi választások vannak, és azon mint évekkel, sőt mondhatom évtizedekes tapasztalat alacsony a részvétel szükségszerűen, és ezért reagálunk rá, nem várjuk meg a ki tudja mikor a parlament elé kerülő választójogi reformot, hiszen egyébként váratlan esetek mindig történnek, Püspökladányban ez volt a helyzet, de olyan is előfordul, Balsai képviselőtársunkat éppen ma választottuk meg alkotmánybírónak, ott is időközi választás lesz, tehát erre a helyzetre reagálni kell. Az a politikónak egy téves felfogása, vagy a politikának, hogyha azt mondja valaki, hogy nem érdekel minket egy helyzet, amit meg kellene oldani egyszerű eszközökkel, ami támogatná a demokráciát, hanem dugjuk a fejünket a homokba, és ne figyeljünk rá, és várjuk a nem tudom mikor ide kerülő választójogi reformot. És azt is elmondtam a vitában, hogy a kiábrándultság a választó kapcsán elsősorban az MSZP szavazóknál figyelhető meg, hogyha valaki megnézi a püspökladányi időközi választás eredményeket, a második fordulóban az MSZP szavazók maradtak a leginkább távol az urnáktól, ezzel ugyan nem tudták győzelemre segíteni az egyébként teljesen esélytelen Bangó Margitot, ellenben azt elérték, hogy a választás részvétel az alatta maradt az érvényességi küszöbnek, reagáljunk erre, és erre mondtuk azt, hogy beterjesztjük ezt a javaslatot. Az ellenpével valóban kibontakozik egyfajta kompromisszum, hogy ebben az MSZP-sek nem vesznek részt, hát ezen semmi meglepő nincsen. Köszönöm szépen a figyelmet. Dúró Dóra képviselőasszony jelentkezett. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Amikor
amikor készültem erre a vitára, erre a részletes vitára, akkor itt figyelembe vettem az általános vita végén, az előterjesztői válaszban, amit Kósa képviselő úr mondott, azt, hogy valamilyen kompromisszumot majd összehozunk ezekből a módosító javaslatokból, meg hogy valami ki lehet hozni, valami normális javaslatot, ezt is ön mondta, és aztán így az Alkotmányügyi Bizottságnak az ajánlásában pedig azt látom, hogy egyetlen egy módosító indítványot sem támogatott, az előterjesztő sem a bizottság, sem a kormány, és így nem nagyon értem, hogyha egyetlen egy ellenzéki javaslatot, amiket egyébként ön is dicsért az általános vitában, nem támogatnak, akkor hogyan lehet észszerű kompromisszumot kihozni. A saját módosító javaslatunk arra a helyzetre próbál reagálni, amit egyébként én nem tartok aktuál politikainak. Aktuál politikai is, mert a püspökladányi választás is rámutatott arra, hogy rossz ez a rendszer, ami jelenleg fennáll. Ennyiben természetesen aktuál politikai. De hát ez nem egy új keletű ügy, nem a püspökladányi választás volt az első, ami ezt a problémát felvetette, hanem nagyon sok időközi választást meg kellett ismételni sajnos azért, mert nem járult elegendő választópolgár az urnákhoz. Az, hogy valaki más feltételekkel szerez mandátumot, amit itt Lampert Mónika képviselőasszony mondott, ez az általános országgyűlési választások esetében is így van. Jelenleg Magyarországon a legkisebb és a legnagyobb választókerület lakossága között körülbelül kétszer akkora különbség van. Ennyiből nem lehet soha olyan helyzetet teremteni, hogy mindenki ugyanolyan feltételekkel szerezzen mandátumot, ráadásul a listás képviselőknek több szavazatra van szükségük, hogy mandátumot szerezzenek a kiosztás miatt. Tehát az egyéni választókerületben lehet a legkevesebb szavazatszámmal mandátumot szerezni. Azt hiszem, hogy ezeket a tényeket homokba dughatjuk a fejünket, de tudomásul kell vennünk, hogy ez így van, és ez így is marad, ezen nem tudunk változtatni. Viszont azt is tudomásul kell vennünk, hogy az időközi választásoknak más a jellege, politikailag más a jellege, és én nem tartom problémának azt, hogyha megbontjuk a jogrendszert, ha úgy tetszik, ami egyébként is, amint jeleztem, meg van bontva, hogyha úgy fogjuk fel, és alkalmazkodunk ahhoz, hogy időközi választásokon bizony nem lesz ugyanakkor a részvétel, akármit csinálunk, akármit csinálnak a pártok, mint egy általános országgyűlési választáson. Ez természetes, ez dolog természetéből a fakadóan van így. Ezért mi így igyekeztünk egy olyan javaslatot előterjeszteni Gaudi Nagy Tamás képviselőtársammal, ami egy életszerű javaslat, és alkalmazkodni igyekszik ehhez az állapothoz. Ennek a javaslatnak két dologra kell, hogy választ adjon. Az egyik az, hogy valamilyen mértékű részvételt azért megköveteljünk akkor is, amikor időközi választás van, pláne, hogy Magyarországon jelenleg kétfordulós választási rendszer van érvényben, ezért az első fordulóban érdemes ezt megkövetelni, hogy azért valamilyen minimál követelmény igenis legyen legalább az első fordulóban, és ez a részvételi küszöb, ez a részvételi arány olyan mértékű legyen, hogy a szavazóknak egy elérhető célt tud nyújtani, tehát nyilván, hogyha ezért nem értek egyet azzal, hogy az 50%-os részvételi arányt követeljük meg az első fordulóban, mert láthatjuk, hogy ennek töredéke a fele sem szokott az urnákhoz járulni az első fordulóban, míg hogyha a Jobbik által beterjesztett 25%-os részvételt követeljük meg, az egy olyan elérhető célt jelent a választópolgároknak, amik mi sarkalhatják arra őket, hogy az urnákhoz járulhassanak. A másik dolog, amire választ kell adjon ez a módosító javaslat, az, hogy ne kelljen sokszor megismételni egy választást. Nyilván az egész előterjesztésnek ez volt a célja, és erre pedig a második fordulóban, a második fordulós szabályozásban a részvételnek a gyakorlatilag eltörlése lenne az a megoldás, ami ezt a problémát ki tudnák küszöbölni, hiszen most például Püspökladányban ugye a második fordulóban sem volt 25%-os részvétel, és hát ugye ezért kell gyakran megismételni a választásokat, mert nincsen meg ez a 25%-os részvétel. Tehát, hogyha az első fordulóban valamilyen legitimációs küszöböt fel tudunk mutatni, és a szabályozás valamilyen legitimációs küszöböt támaszt a választópolgárokkal és a mandátumszerzéssel szemben, és ezt a második fordulóra törli csak el. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan kompromisszumos javaslat lehet, ami mind a két problémát ki tudja küszöbölni, amit ez a javaslat célozni igyekszik. Köszönöm a figyelmet.
azt közben megjegyzem, csak nem akartam közbeszólni, hogy ez már a részletes vitának a másik szakaszára vonatkozott volna, de egyszerűbb így ez lett volna. Ez volt az eredeti elnöki előterjesztés, amit a Jobbik nem támogatott. Karácsony Gergely képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, én igazából csak azért kértem szót, hogy megkérdezzem az előterjesztőket, hogy mégis akkor hogyan állnak a módosító javaslatokhoz, mert valóban az általános vita kapcsán igazából már a részletest is elkezdtük, és a módosítások kapcsán Kósoros képviselőtársam hát úgy nyilatkozott, hogy az a fajta módosítás, amit én beterjesztettem, az támogathatónak tűnik számára. És aztán azt láttam, hogy az Alkotmányi Bizottságon mi történt, úgyhogy ez az egyik kérdésem. De ha már szólok, akkor hagyj reagáljak Duró Dóra képviselőtársamnak, aki ugye azt vetette fel, hogy a szavazatok, vagy a mandátumok és az állampolgárok szavazat egyenlősége jelenleg sem áll fönt azért, mert van egy listánság a rendszernek, egy egyéni, viszont az egyéni képviselői mandátumok között is óriási különbség van a választókerületi polgároknak a létszáma miatt. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, de ha már van egy probléma, akkor ne okozzunk egy másikat. Tehát én azt gondolom, hogy egy kétfordulós választási rendszerben, ahol van egy első forduló, ahol megkövetelünk bizonyos fajta legitimitációs küszöböket, érvényességi, egy eredményességi küszöböt, egy ilyen rendszerben megengedhető az, hogy a második fordulóban viszont arra koncentráljunk, hogy mindenképpen legyen érvényes kiosztott mandátum. Ugye az eredményességi küszöböt a második fordulóval kapcsolatosan már nem érvényesítjük, tehát hogyha a jelöltnek valamilyen okból, mondjuk például azért, mert három jelölt is elindul, nincsen meg az 50%-os többsége, akkor is megkapja a mandátumot, mert a rendszer nagyon okosan arra van kitalálva, hogy a második fordulóban dőljön el a verseny. Akkor viszont nem tudom, hogy az érvényességi küszöböt miért kell megtartanunk. Viszont én továbbra is nagyon erősen érvelnék amellett, hogy nem lehet különbséget tenni az időközi, meg a rendes választások között az eljárási szabályokban. Ez azért nem lehet, mert függetlenül attól, hogy valaki lemond, vagy éppen sajnálatosan más okból szűnik meg az ő mandátuma, attól még, amikor itt fog szavazni az országgyűlésben, az ő szavazat ugyanannyit fog érni. Nem akarom ezt hosszasan ragozni, szerintem ez a probléma valóban egy létező probléma, és már rég meg kell volna oldanunk. Viszont én nem nagyon látom más megoldást, mint az, hogy egy olyan megoldást alkalmazzunk, ami az időközi választásokat nem teszi, hogy mondjam, másodosztályú választásokká, hiszen azok a mandátumok, azok a szavazatok ugyanannyit kelljen, hogy érjenek. Az más kérdés, hogy valóban jó lett volna, hogyha ezt az egész kérdést nem csak most egy aktuális probléma miatt kezeljük, hanem hosszú távon, de én elfogadom azt az érvelést, hogy itt lesz még valószínűleg a választási reform előtt két időközi választás is. Viszont, hogy akkor az eredeti kérdésemre visszatérjek, ennek a kérdésnek a mostani tisztállása szempontjából is az, hogy itt mennyire tudunk egy épkézláb konszenzusos szakmai vitát lefolytatni és olyan eredményt, vagy olyan javaslat előállni, ami esetleg egy közös konszenzusból származhat. Ez most nekem azért is fontos, mert ezt kicsit olyan tesztüzemben fogom fel ezt a kérdést, hogyan tudjuk az egész választási reformot ilyen elvek szerint végrehajtani, ami nyilván már nem egy mandátumról fog szólni, hanem adott esetben a következő választás sorsáról. És úgyhogy különösen kíváncsi vagyok, hogy mi Kósoros képviselőtársam válasz a kérdésemre. 2 perces szót kért Duró Dóra képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Itt azt említette Karácsony Gergely képviselő úr, hogy az időközi választásokra más szabályokat hoznánk, azt nem tartaná szerencsésnek. Én azért nem tartom problémának, mert ez egyrészt egy kényszer megoldás, másrészt az összes választókerület időközi választására ugyanaz a szabályozás vonatkozna, tehát ilyen értelemben nem sérülne a választókerületek közötti egyenlőség, tehát bármelyik választókerületbe írnak ki időközi választást, mindegyikre ugyanaz a szabály vonatkozna. A mandátum egyenlőség pedig egy olyan probléma, illetve hát az, hogy nem ugyanannyi szavazattal lehet mandátumot szerezni, amit nem lehet egyszerűen kiküszöbölni, hát hogyha egy család elköltözik már is, akkor át kéne húzni a választókerületek határát, tehát ez nem életszerű, ezt nem lehet megoldani, és ezzel nem teremtünk újabb problémát, hogyha megváltoztatjuk ezt a szabályozást. Persze én is látom, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha az embereket rábírnánk arra, hogy 50% simán vegyen részt az első fordulóban a választásokon, egy időközi választáson is, és akkor megoldódna a probléma. Csak hát a 20 éves tapasztalat az, hogy ez nem így van, és nem tudjuk rávenni az embereket időközi választások esetében, vagy hát a legritkebb esetben. Most őszintén megmondom, hogy nem néztem utána statisztikailag, hogy hány időközi választás volt az elmúlt 20 évben, és hogy azon hányszor volt eredményes az első forduló. De hát ez tényszerű, hogy ez nem így
így van, és ezért nekünk arra kell jelenleg szabályozást hoznunk, hogy mi az, ahogyan eredményesebbé tudjuk tenni ezt a rendszert. Azzal nem fogjuk tudni eredményesebbé tenni, hogyha nem változtatjuk meg, és ugyanúgy az 50%-os küszöböt támasztjuk az első fordulóban a részvételi eredményességre. Tehát én ezért kérem, hogy a Jobbiknak az életszerű javaslatát támogassák. Köszönöm. Két perces szót kért Kósa Lajos képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A Karácsony Gergely által benyújtott módosító indítványnak a jogi elvi konstrukcióját azt abszolút tudom továbbra is támogatni, és meg kell találni azt a szöveget, ami jó is. Itt a problémát az jelenti, az OVI munkatársaival konzultáltam, illetve Junián jegyzővel, aki együtt a választási irodavezető, hogy ugye azzal a szabálya, hogy a második fordulóban sem az időközön, sem az általános választásokon nincsen érvényességi küszöb, ad abszurdum, kezelni kell azt a helyzetet, amire még sosem gondoltunk, hogy mi van, ha senki sem megy el szavazni. És erre Karácsony úr beterjesztette egy szöveget, amire azt mondták az OVI munkatársai, hogy az, hogy ez a gyakorlatban is a működőképes legyen, ehhez kell egy picit javítani a szövegen, de az elv az teljesen helyes, és az egyébként külön dicséretes, hogy a képviselő úr végigmondott azt az abszurditást is, hogy mi van, hogyha senki nem megy el szavazni, mert akkor ezek szerint mégis kezelni kell azt a helyzetet. Egyébként pedig azt abban igaza van, a túl az elvi megközelítéseken képviselőtársamnak, hogy mármint a Karácsony úrnak, hogy ugye fel kell készülni a váratlan helyzetekre is, most ad abszurdum, hirtelen lemond a parlament fele, és ezzel elveszíti a határozat képességét, és akkor általános választásokat kell tartani. Amelyek ugyan időközieknek minősülnek, abban az értelemben, hogy nem 4 éves ciklusonként van, de általános választások vannak, és ebben az esetben nem kellene, kell érvényes választ mondanunk arra, hogy akkor hogy működik a rendszer, függetlenül attól, hogy az egy speciális helyzet, nem tudom, figyelik-e, hogy úgy vannak időközi választások, hogy egyébként azok általános választások amúgy. És ezt a jogi helyzetet kezeli a abszurditás egyébként, mert szerintem nem készül lemondani a parlament több mint fele, de ki tudja. És ebben az esetben felborítjuk a valóban szükséges koherenciát, mert ugyan időközi választásnak minősülnek jogi értelemben, de általánosak. És ezt kezelni kell, ezért fogadom én ezt elvileg, és kérem, hogy majd valami kompromisszumos javaslatot tegyünk ebben az. Lampert Mónika képviselőasszony, 2 perces. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, én ezt helyesnek tartom, hogyha a jogalkotó megpróbál minden nem várt, egyébként esetleg abszurdnak gondolt helyzetre is. Bár hozzáteszem azt, hogy senki nem megy el szavazni, ez nem életszerű, de hogy erre is fölkészül a jogi szöveg, az nem kifogásolható. Én szeretnék visszatérni ehhez azonos szabályok, vagy azonos feltételekkel szerzett mandátum kérdésére az időközi, illetve az általános választáson. Én szerintem az helyén való az a logika, és annak a kritikája, amit Duró Dóra itt megfogalmazott, hogy a választókerületek közötti most már egyes esetben rendkívül nagy aránytalanság, aminek a felszámolására egyébként, már ennek a helyzetnek a felszámolására az Alkotmánybíróság is kötelezi az országgyűlést. De itt mégsem erről van szó, hanem arról, hogy egy egyéni választókerületben időközi vagy általános választáson megszerzett mandátum szabályai között ilyen különbség legyen, az szerintünk sérti az egyenlő mandátum elvét. A teljesen precíz, azonos feltételek és pontosan a szavazatok és a választói akarat legprecízebb tükröződését megvalósító választási rendszer egyébként a tisztán listás teljesen arányos választás lenne, de egy vegyes választási rendszerben, vagy egyéni választókerületi rendszerben aránytalanságok természetes, hogy előfordulnak. Mégis azt gondolom, hogy az, amikor az időközi választásokon más szabályok szerint szerzi meg valaki a mandátumot, mint az általános választáson, az szerintünk nem fér bele. Egyébként ezt elfogadja a kormány oldal is, tehát erre utalt Kósa Lajos, amikor azt mondta, hogy a más megszövegezéssel, de mégis ezen elv mentén el tudják fogadni ezt a tartalmú kritikát. Köszönöm szépen. Puskás Tivadar képviselő úr, 2 perces. Köszönöm a szót.
Nekem az erről a véleményem erről a kérdésről, hogyha az időközi választások alkalmával is az a cél, hogy minél több embert képviseljen az, aki megválasztódik. Tehát a 20 éves gyakorlatnak ennek ellenére, vagy a 20 éves tapasztalatnak ennek ellenére az az eredménye, hogy finoman fejezzem ki magam, teljesen fölösleges azt várni az időközi választásokon részvételi számban, mint amit egyébként várunk. Tehát én úgy gondolom, az eredményességet meg kell tartani, tehát hogyha 50%-nál többet elért valaki, akkor legyen képviselő, de az érvényességi határt azt nem érdemes megszabni, akár 25% semmiben, ugyanis akkor ott vagyunk, hogy csináltunk egy olyan szabályzatot, amit az eddigi tapasztalatok alapján nem tartanak be. Nem lesz sikeres a választás, kell, mit tudom én, 3-4 fordulót tartani a 2 fordulós választásban, hogy mindennek megfeleljen. Szóval én maximálisan azt mondom, hogy nem érdemes már az elején sem a részvételi érvényességi határt megszabni. Köszönöm. Páfi István képviselő, 2 perces. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő társaim, megnéztem közben az általános vitában, mi hangzott el a végén, mert magam nem voltam itt, és Kósa Lajos képviselő társam már utalt arra, hogy Lampert Monikát megcsalja az emlékezete. Kósa képviselő úr azt mondta egészen pontosan, hogy remélem benyújtották a módosítókat, mert akkor valami kompromisszumot összehozunk belőle. Tehát ő nem azt mondta, hogy a megismert módosítók birtokában hozunk össze valami kompromisszumot. Azt most lehet megcsinálni. Kompromisszum már pedig ebből úgy lesz, hogyha gyorsan megnézzük, itt a javaslatunkban az szerepel, hogy első forduló semmi, második forduló szintén semmi. Dúró Dóra, Gaudin Nagy Tamás javaslatában ugye első forduló 1/4, második forduló semmi. Karácsony Gergely javaslatában, leegyszerűsítve persze, első forduló feles, második forduló semmi. Na hát ebből kell valami kompromisszumot összegyúrni, és Lampert Mónika képviselőtársamat, ha már ön kérdezi, hogy mi milyen kompromisszumot szeretnénk csinálni, kérdezem én, hogy ön miért, hiszen az már kiderült, hogy mivel nem értenek egyet, mi az, amivel egyet tudnának érteni? Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkezőt a vita ezen szakaszára, így lezárom a vita szakaszt. Megnyitom a második pontra, az ajánlás második pontjára, Dúró Dóra képviselőasszony javaslatára. Kíván ehhez valaki hozzászólni, akkor ezt megejtettük az első szakasznál. Lezárom a vitát, megkérdezem, hogy Kósa képviselő úr helyéről vagy más helyéről kíván-e szólni? Képviselő úr, a szó. Nem kell ilyenkor már nyomni, adtam szót így is. Tehát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, csak annyit szeretnék mondani a megnyugtatás vége, hogy természetesen még mielőtt a végleges zárószavazás előtti módosítót betennénk, akkor az OVI-nak a munkatársaival is egyeztetünk annak érdekében, hogy egy olyan szöveg legyen, ami a választások lebonyolítását végző szervezet szerint is végrehajtható és a gyakorlatban működőképes. Ez azért fontos, mert ha emlékszünk rá, akkor a parlamenti szabályzás fogyatékosságai is okozták azt a helyzetet tavaly tavaszi választásokon, hogy egyébként számos olyan döntés született és eljárás, ami rendkívül aggályosnak bizonyult, és most ezt el akarjuk kerülni, akkor legalább a végrehajtókkal konzultálunk, és egyébként természetesen ettől függetlenül a legjobb megoldást beterjesztjük a parlament elé, kérem, hogy támogassák a szavazáskor. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Most lépünk tovább. Soron következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig.
törvényjavaslatot TPER 3636-os számon, bizottság ajánlás TPER 3636/4-es számon megismerhették. Előterjesztői expozé következik Becsei Zsolt, államtitkár úr, 20 perces időkeretben öné a szó. Váljon egy pillanatra, államtitkár úr, valószínűleg a kártyája nincs a kártyája a helyén. Nincs. Most öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés és tisztelt képviselők, én humanitárius okokból nem fogom kihasználni a 20 percet. Köszönöm szépen. A kormány elkötelezett az államadósság csökkentése és a költségvetési konszolidáció folytatása mellett. A strukturális reformok és a következő években is érvényesített költségvetési takarékosság együttesen biztosítják, hogy az államháztartás hiánya 2010